A balon, aztán 50 fölfelé a balon, bal 2 dő, bal 2 dő, 30, aztán jobb 1, aztán 50 bukkan, jobban, vagyunk. Sima jobb sár, onnan szátra, bal 34, fölfelé, késő tő, kívül gőr, bal 34. Hát ugye a három gyorsaságiból 2 etap volt, minket a másodikra berajtoltattak amúgy, tudtunk menni 1 kilométert, remélem most végig tudunk azon menni, mert azt nagyon várjuk. A harmadikon nekünk meg leszakadt az eső, és szlikkel mentünk, szóval 5 kaptunk. Most más taktikával megyünk ki, megpróbáljuk lehozni ezt, vagy behozni ezt a lemaradást, aztán meglátjuk, hogy mi lesz igazából, nekünk csak az a lényeg, hogy beérjünk a célba minden jobb helyen, szóval nem fogunk élethalára menni. Hát ezt még télen beszélgettünk erről, hogy adódott rá lehetőség, hogy föl tudjunk lépni Rally 2-ba, Rally 3 után, és úgy gondoltuk, hogy sokkal többet tudunk itt fejlődni, sokkal nehezebb is amúgy, ezt már most is látom, de ugye nehézségek viszik előre az embert, szóval ezt választottuk, hogy Rally 2-be egy teljes szezont fogunk menni, jövőre is, jövőre már oda szeretnénk azért fiszkálni az elejére mindenképpen. Idén még inkább csak tapasztalatot gyűjtünk, meg nem törögetjük össze a kocsit, meg ilyesmi, de azért, hogyha tudunk, akkor ott leszünk most is. Hát a hosszúra koncentrálunk inkább, nyilván mindenki arra koncentrál, aztán meglátjuk. A balon, jobb 3 sár, belül gödör, megyünk a maskakövesre. Jobb kettő üt a tövön, aztán bal egy gumis, onnan 50 lefelé, és jobb négy rövid tő. Hát az élményt azt meghozta, az biztos. Eredmény az lehetett volna egy picit jobb, de szerintem elsőre nem rossz egy abszolút negyedik kategória, negyedik helyezés, én úgy gondolom, hogy elég nehéz verseny volt ez. Hát sok tapasztalatot tudtunk itt most gyűjteni, amit majd kamatoztatni fogunk, aztán igyekszünk még feljebb törni, de azért csak észre. A legnehezebb talán az, hogy elég messze vannak a pályák egymástól. Nekem ez a legnehezebb, hogy messze vannak a pályák, és teljesen más gumik kellenek, és nem mindegy a fordkerék választás se. Ezt rontottuk el, ezért lettünk csak negyedikek, amúgy lehetünk volna szerintem harmadikok is. De amúgy nekem nagyon tetszik, nagyon király. Várjuk a következőt.